Sziasztok srácok, üdv mindenkinek, itt vagyunk újra alsóra ki TS-ben, a közös TS-ünkben, és mint látjátok megjött a hó. Csak ide jött a végére, úgyhogy aminek örülünk is, mert végre van egy kis hó a játékba. Nem sokszor szoktuk tapasztalni ezt, hogy van hó, de most végre legalább van. Úgyhogy a pénzünk az 27 millió, mind van, minden el van vetve, a végül be sikerült betakarítani, elvetettem ott, illetve 32 is már kukoricával. A többi földünk az elvek szólóban elkezdett ugye fejlődni, úgyhogy azok a részével már a következő adásban remélem már tudunk foglalkozni. Most egyelőre itt kéne egy kicsit rendet rakni, mármint hogy a hőügyileg, ha bat egy kicsit eltúrjuk, aztán kéne a kajakeverőbe feltölteni a kajával, hogy tudjunk a jószának adni edni. Úgyhogy ez a kis rövid videó az erről fog szólni, meg fogjuk nézegetni mi a helyzet. Gépek rendben vannak, mindent beraktunk, télestettünk, úgyhogy a következő adásban szervizek lesznek, mosások, pakolások, rendszerezések, rendezések. Illetve majd szerintem jobban eltúrjuk majd a havat, most én egy szólóba egy kicsit megpróbálom, egy kicsit így annyira legalább a jó utcákhoz hátra tudjunk menni, aztán majd következőnek majd a következő része majd jöhet majd a rendes fótolás, most egy kicsit itt tolok egy kis havat, hogy legalább itt el tudjak menni hátra a jó utcákhoz, most elkaparunk az MTZ-vel, de hát ez egy ilyen történet, megpróbáljuk ide kicsit adni, de hogy le is dudogott az öreg. Jó, ez a kis fótolás. Elkapar a gép, azért vannak már pótok, amint neki is megyek mindjárt fixen a pótnak. Nem szerettem erre, hogy ennyire fog csúszni. Meg van itt ennyi hóra sem. Lehet, hogy hótni kell volna egy nagyobb tolót. Lehet, a rábával kellett volna. Mindegy, most itt ezt eltolom, csak úgy nagyjából elférjek a gép, aztán majd a következő élő adásba. Akkor majd megbeszéljük, hogy akkor hogy legyen, mint legyen a dolognak a rendje, de itt mindenféleképpen rendet kell vágni, itt a hógyreg meg kell szórni egy kis sóval, mert nagyon kapar az MTZ, nagyon kapar, végre helyében vannak a dolgok, nem össze-vissza vannak, úgyhogy legalább ennyivel tisztában helyezed itt alsó újraki TS-be, hogy nincs nagy kukaráj, és leesett a hó. Nem lett belőle a nagyobb probléma, akkor van ugyanúgy eltúrni egy kicsit. El tudnánk, lenne benne annyi kap, de sajnos nincs a hátul súly. Úgyhogy most az így a patta, hogy elcsúszik srácok. Na erre nem számoltam, hogy ez így fog húzni. Nem sokat játszok. Oh! Ez fölemelte, ez nagyon fölemelte srácok. Kell egy kis súly a fenekére srácok, kell egy kis súly. Nem bírja az 1000 liter. Mindjárt szervizelünk valami súlyt a gépe. Milyen jó havas lett amúgy. Hát ezt szétadom, srácok. Lehet, hogy itt most csak örülök, ha itt ebbe a kis videóba el tudok takarítani, mert lehet a következőben lesz itt majd, amikor többen leszünk az etetés, mert nehezen megy így egyedül ez a dolog. Rengeteg hó lett itt, nem gondoltam volna, hogy ennyi hó le fog esni. Kemény. Meg kell kinyitogatni a dolgokat. Hát jó, és lehet ilyen takarítási fázis, meglátjuk. Ah, itt vannak a súlyaink, nagy volt az MTZ súly. Van még 900 kg, lehet ezt a 900 kg-t áldoljuk a hátuljára. Ja, arra gondoltam, mivel nem, mert megy a fűtés az öregbe, mert itt elég gatya lesz, hogyha nem fog menni a fűtés. De még be is engedett, hogy be tudunk ülni, nagyon jó fűtés megy, nagyon kép. Azt a hamar itt meg fogunk fázni, ahol a fűtés képben. Rendesen csúszik, srácok, tehát igaz? Nézzétek meg, jobban csúszik. Persze, értem, hogy hol van, de nem. Tapasztalatok hiánya az itt meglátható nálam, mert ugye nem szoktunk ennyire havas dolgokba részt venni, de most itt volt az, hogy átcsak az MTZ-s súlyzakon már fel, hogy milyen mód, azt nem. Úgyhogy most ez a téli szezon, ez a gép felújításokról, gép karbantartások, illetve jószágok etetése, aztán meglátjuk, hogy tekerni majd az időn, de egyelőre most belassítunk egy kicsit a munkatevékenységgel, nem fogunk ennyire kapkodni a következő live-ba se, kicsit takarítjuk itt a gazdaságot, gépeket rendezzük, mert elég nagy, nézd milyen kosszak a klasszok le kellett mosni, bár jó, hogy tényleg ma jó ráfagy, de téli szervet megadjuk nekik, most egy kis hordolás, ugye adom ezt a kis hordolást, amit ha már élőben nincs hó, sajnos már jó pár éve, és hát nem látunk legalább, akkor itt legalább egy kis élvezti faktor, mintha jobb lenne egy kicsit a gép, lenne hátul súlya, srácok. Lenne hátul súly, lehet, hogy jó lesz ez így, a lakos srácok, mert itt egész korrekt van.
próbálunk be tudni, mennyi 7 óra van, február hónap. Elég sok óra esett amúgy, nem voltam volna, hogy itt ennyi lesz. Úgyhogy legalább el kell jutni hátulra megnézni, hogy hogy állnak a kajakkeverők, mert szerintem tele vannak, azokat majd fel kell töltenünk. Illetve a jószágatnál sincsen szerintem kaja. Itt az etetés is elég kemény szituáció, de hát össze van utat kéne egy hátra csinálni, mert elég nagyon rossz. Hát ez nem tudom egy bentétével. Úgy emlékszem, hogy hátul van egy rága is. Siló, mert siló le lett tömörítve végül, letömörítettem a silót. Úgyhogy az meg lett. A velet vette kukoricával még a föld, még itt a tél előtt. Úgyhogy be lett hozva még onnan kint, be lett trágyázva, ami még elmaradt ugye a 29-esen. A tegnapi live-ban azt csináltuk. Az sikerült végül is, úgyhogy... De aztán ma, hogy ugye aludtam egyet, és ugye februárban föl, mikor is kell, hogy karakter olyan 4 óra, fél 5 körül. Olyan brutálisan elkezdett szakadni a hó. Ugye már tegnap láttuk, mert a napja átadta, hogy hamarosan lesz, hogy fest fog egy kis hó. De azt nem kevés lett, hanem inkább sok. Tényleg, amíg ilyen a gazdaságban milyen munkákat szoktatok csinálni? Nagy gazdaságban dolgozik ilyenkor télen srácok, ott leírhatjátok a komment szekcióban, hogy örülnétek ki, hogy legalább képbe kerüljek, hogy ilyenkor milyen műveletek szoktak lenni, még ha jól le is adtam a holót lehet, hogy még tudnék tolni a sarat is. Próbálnám, hogy így átvenni a realitásnak a dolgát, hogy csináltok való életbe, hogy csináljátok. Imitálni akármi is. Mi az alig tudjuk? Ugye a kiadaton. Rengeteg hó van, srácok. What? Mi az a sok hó? Jó, hogy ezt szeretjük volna. Szóval lesz az egésznek a lényeg, hogy vasárnapi live-ot beszéltük már veletek, hogy mi legyen az. Ki fogom írni, és ki fogjátok eldönteni. Lehet választom, hogy itt az alsúlylakot, ugye ezt tudnánk folytatni. Ez nagyon sokan kiértétek már, hogy legyen közös kameszkor, mármint fogvarszegnünk benchbe, hogy modhubos, tehát tudjunk együtt játszani koncertsokkal is. Mindenféleképpen ki fogom írni, kiírom még az oszadát is, mert már régen volt, hogy szeretnétek egy kis képes oszadát, hogy tudjuk ez a három között tudtok majd szavazni, és amelyik legtöbb szavazatot kapja, az lesz majd a vasárnap esti live-ba, az olyan 6 óra körül lesz szerintem. Ugye holnap elvileg kaptok egy új videót, ami elég izgalmas lesz, hogy látja az aknak így ezt a videót, azt tudni fog már róla. Holnapi nap folyamán jönni fog ki egy videó, ami az alsó újlaknak egy érdekes szegmensét fogja tálalni, de nem csak 22-ben, hanem 15-ben. Az érdemes van ez a videót, ő szombati napon, mert ha minden igaz, akkor kiküldtek sorokat a következő része, és akkor vasárnapi lábig ki tudtok szavazni, mi legyen, hogy hajrá. Írom, ha ezt a videót elkezdem felrakni, ki fogom írni majd a szavazást oda is, és akkor mehetnek majd a szavazások. Elég nehezen dúlja el a dolog, akkor az lesz vasárnap. Na, de tényleg is vissza a dalsot, de nagyon nehezen, hogy a hókolás látjuk. Azért itt lehet ide dobálni azért, és MTT-be. Kellett a súlya hátuljára, srácok, kellett, mert hát azért jó. Mint a többen toljuk, azért biztos, hogy jobban fogunk haladni. Úgyhogy az etetés ott biztos, hogy már a következő adásra fog, mert oda nem tudunk már eljutni. Hát hosszú videót szerettem volna ebből, csak hogy végre megjött a hó ide alsó urakra. Ezt mindenféleképpen szerettem volna nektek rapportálni, hogy nem is tudom, talán meg tudnám számolni az egy kezem, hogy hány ilyen live vagy videó volt, amikor hóba csináltunk akármilyen műveleteket, és ugye végre most eljutottunk erre a szintre is, hogy már a mi közösségi nézői játékban már ilyen belkekben mozgunk, hogy már saját gép, ki van fizetve a hitelünk, nincsen hitel magában, rengeteg jó gépünk van, mindenkinek majdnem saját gépe van, úgyhogy kitogatja az ajtót, és szerintem ez nagyon cool lesz az a dolog, hogy kíváncsian várom, hogy sikerül majd a folytatás.
akkor de még a jószágok nem fognak azért elpusztulni, mert azért itt nem fogok egy jó ide. Csirkéknek amúgy egyáltalán nincs kaja, úgyhogy oda biztos, hogy kell majd kaját vinni. És azt nem tudom, hogy az úton is amúgy van hova, csak itt a tartóság. A főúton is van valamennyi, mondják, nézzük kíváncsiak képen. Most már itt eltom ezt a kevés havat. Mert nagyon állatok néz ki, amúgy nekem nagyon tetszik. Harcoljon az öreg, meg a munka is. Csirekes mondom, ott a hátul is van hó rendesen. Látszik már a rába Steiger, ugye az volt a silózós, tolós. Megnézzük azt is, hogy az egy több, mint autónak a kapuval. Próbál tolni egy kis utat vagy valamit. Ki kell nyitnunk a kaput. Nem lesz olyan szép ez az eltolás, de a kaput olyan hasznos kell. Tudjunk közlekedni, mert brutálisan csúszik amúgy a gép. Tehát, hogy eszméletlen csúszások vannak, srácok. Viszont annál. Profi lesz a téma. Oda betoljuk oda a szemétbe, oda ott legalább eltakarjuk a sittet, ami ott van. Na, még ezt itt eltúrantjuk, azt hadd szóljon. Talán nem vigyük ki, ha már kaptunk támogatást az államtól, de nem. Na, vigyük. Na, az elég jó eltoltuk azért a havat azért, na alakul. Itt nem olyan szép, de rossz. Ha nézzük, mi a helyzet itt is. Vettem egy kis vetőmagunk, egy kézi. Nem kézével, ez a jó. Nem, hogy ez elég jó kis. Na. Itt állítjuk az öreget, kinyitjuk szellőzzön. Ugye itt a Rába Steiger volt, mutkor ez volt a gépünk. Elég jó, meg van kopva amúgy a tolólapja. Ugye itt be lettek pakolva a gépek ott is. Na, azért kell, hogy kint az úton van amúgy hó. Nézzük már ki. Aha, itt nincsen az épületek, de itt végig van. Ó, ez nagyon király. Növekszik, hozambónusz, meg kell tárgyázni majd ezeket is. Szóval van hó, na ez király. Ezt adom, láttuk már, van már mézünk is. Nagyon szuper. Illetve itt a siló lelet végül lefettem. Úgyhogy van elvileg 800-5% el, és én 800-840 ezer körüli van. Az megmaradt a jószágoknak, ami ott van. Fussunk már hátra, talán nem esünk el. Hogy milyen helyzet, itt még itt sincs hó, hála Istennek, itt viszont annál több. Ezeket mindig el kell túrni, hogy be tudjunk amúgy állni. Ott van a vej már, az öreg, bocik itt el vannak. Hát hogy a szalma van, azon kívül semmi nincs, 31 jószágon van, hogy kaját mindenféleképpen a következő lájba adni fogunk nekik. És akkor hogy állunk itt amúgy a cuccokkal, srác? Ó, hát tele van már, kell szalma, ezt föl kell tölteni akkor ezeket. Jó, de akkor hagytunk ott szilást, hogy itt el vannak a tehenek. Vannak szalmák, nagyon király. Jó, hogy Zoli bepakolt ide a cuccokat, így legalább van itt egy kis cuccos, tiszta hó minden. Itt azért jobb a helyzet, mondjuk ide is kell majd szilás, mert kifőtt nem tud csinálni, hogy szilás mindenhova kell majd hozni. Meg itt el kell majd takarítani végig, hát rengeteg a hó, srácok. Hát ezt szétadom, nagyon tetszik. Elvileg itt is van bent valami gép amúgy. Na, ott is van, jó. Szuper, szuper, szuper. Nem is fogom túl elnyújtani ezt a videót igazából, csak ez a bemutatás, hogy megjött a hó a TS-be, úgyhogy a következő adásban azt nyomjuk tovább. Srácok, nagyon szépen köszi a figyelmet, köszi, itt voltatok, és ki fogom írni, akkor legyen a szavazás akkor a vasárnapi live-ra. Hogyha ezt szeretnétek, hogy itt folytassuk tovább, akkor erre szavazatok, ha azt szeretnétek, hogy oszadára legyen a koszadára, ha viszont crossplay-es gameszkót szeretnétek, akkor meg mindenféleképpen arra. Úgyhogy nagyon szépen köszi srácok a figyelmet, remélem tetszett ez a kis rövid videó. Itt a kis hóba az MTZ-vel, úgyhogy legközel várlak vissza benneteket. Addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra, nézzetek a videókat, a lájkot ne felejtsd megnyomni, és köszi, hogy itt voltatok is. Legyetek jók, szevasztok srácok, hello, hello.